Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön, srácok, egy kis Battlefield téma, egy fontos megbeszélni valónk van ám itten a Battlefield jövőjét illetően. Ha követted a híreket, akkor mostanra már biztosan tudtad, hogy Bad Company 3 pletykák röpködtek föl az égbe. Hölgyeim és uraim, úristen, sikitizások, visszajön a Bad Company 3. Mindenki szerette volna, hogy a Battlefield 5 egy modern háború lett volna, illetve az, hogy Bad Company lett volna. Valamikor régebben csináltam egy videót arról, hogy nem lesz Bad Company 3, mivel hogy a fegyverek, amelyek ezekben a játékokban vannak, ugye valódi fegyverek, ezek licenszel bírnak, és a licensz, hogy használhassák ezeket a fegyverek játékokban, filmekben, blablabla, hatalmas összeg, ezért a játékkészítők lehet nem adnak ki pénzt azért, hogy használhassák ezeket a fegyvereket. Ugyanakkor, hogy ugyanezen játékkészítők némileg módosítanak egy kicsikét azokon a fegyvereken, és adnak nekik egy fantázia nevet, az már mindjárt más tészta lenne. Na de hogy érkeztünk odáig, hogy Bad Company 3 pletykák merüljenek föl? Na most ugye tudni illik, hogy a PlayStation, Xbox is, PlayStation is tervezik az új konzol generációt. Az már biztos, tehát ez már nem pletyka szinten megy, jön az új konzol generáció, ugye minimum 4K felbontást és a többi fog tudni, és a PS4 le van szerződve bizonyos exkluzív játékokhoz, amelyik megjelenik az új konzol generációval, és ezek között, az exkluzív szerződések között ott van egy Battlefield-szerű játék is, amiről ilyen belső infok, pletykák, kiszovárogtatások révén hozzájutottunk az információhoz, hogy ez a Battlefield-szerű játék, ez bizony nem más, mint a Bad Company 3. De ezt nagyon-nagyon-nagyon pletyka szinten kezeljétek ezt a dolgot. És akkor most itt jön a fő témaforrás. A Bad Company 3 hogyan áll helyt a mai shooter Battlefield generációban? Ugyanis amikor megjelent a Bad Company 2, az nagyon új alapokat fektetett le a Battlefield sorozatnak. Szóval eleve az, hogy Frostbite Engine-re váltottak, ami hatalmas váltás volt, eleve az, hogy teljes rombolhatóságot láthattunk a pályákon, más játék nem igazán tudott előállni akkoriban ilyen volumenű pusztítással, amit lehetett csinálni ebben a játékban. A Rush játékmódnak a bemutatása, és ebben a játékban kivételesen, hogy a Rush játékmód nagyobb népszerűségnek örvendett, mint a Conquest. Én például szinte csak azt játszottam, egyszerűen élvezetesebb volt. Specifikus pályák voltak gyártva kifejezetten Rush módra, ahol nem érezted valaminek a hiányát, mint ahogy volt ez a Battlefield 3-ban, illetve Battlefield 4-ben. Szó rengeteg új dolgot hozott be és mutatott be a Bad Company 2. Tudjátok, hogy mibe szerettem én bele a Bad Company 2-ben? Hogy mi volt az, ami istentelenül megfogott? Ez a trailer, és ez a jelenet ebből a trailerből. Amikor megláttam ezt a trailer, Jézus Mária, tehát az engem megvettek kilóra, tehát úgy rohantam a boltba megvenni a Bad Company 2-t, aztán feltelepítettem a gépemre, és csak 20 FPS-en volt, de szétjátszottam a játékot, 20 FPS-el is szétjátszottam a játékot. Nagyon-nagyon élveztem. De ez nem, és kitérve egy kicsit a single playerre, talán az egyik játék, nem az egyetlen Battlefield játék, ahol megjegyeztem a karaktereket, de annyi biztos, hogy a legemlékezetesebb karakterei a Bad Company 2-nek voltak. Tehát a 4 vagy 5 főszereplő nagyon-nagyon, ez az egész humoros környezet, amit létrehoztak erre a játékra, nagyon-nagyon is rendben volt. A téma kivitelezése közepes volt. De ugyanakkor, habár a Battlefield 4 kampánya sem hagyott mély nyomot bennem, ugyanakkor emlékszem a kínai csajra, meg a fekete csávóra, megmaradtak a jelenetek, a döntés az egésznek a végén. Szóval
bár a Battlefield összes single playerre nem hagy mély benyomást, tegyük fel, mint a vetétársa a Call of Duty, bennünk a Bad Company 2, illetve a Battlefield 4-nek a szereplői azért megmaradtak, és valamilyen szinten emlékszünk rájuk. Ami a multiplayert illeti, azon kívül, hogy rengeteg újat bemutatott a Bad Company 2, azon kívül nagyon is tele volt hibákkal, bugokkal, animációs hibák, furcsaságok, tömkelege, gameplay flow, mint például az, hogy a tankkal szétpusztítottad a házat, akkor ugye az MCOM is felrobbant vele együtt, ez nem mindig volt annyira jó, néha hasznos volt, néha nem, de sokszor csak annyit láttál, hogy a tankok távolról lőtték az MCOM-okat, mert megtalálták a szögeket, és idővel elpusztították, és így tovább tudott menni a csapat, és mondjuk azt kell mondjam, néhány szituációban nagyon is jó jött, mert az ellenfél túl erős volt, akkor csak a tankokkal szétlőttük, és akkor tovább tudott menni a játék, de néhány szituációban nagyon is idegesítő volt. Sok, nagyon egy... A viccessége a multiplayernek a sok hibájában rejlett. És a kérdés ugye, hogyan állna helyt a mai Battlefieldben egy Bad Company 3? Ugyanis számomra a Battlefield 4 a modern Battlefield sorozatokban, mert nem az az első, ugye, modern Battlefield sorozatokban egy kiteljesedés. Bár egy évig tartott, hogy kijavítsák azt a játékot, de egy kiteljesedés fegyvermechanika, gameplay, fegyver változatosság téren, és pálya design téren is nagyon rendben volt, legalábbis a Conquestre került a sor. És kérdem én, mi változna, hogyha Bad Company 3-ra kerül a sor, hiszen az is egy modern military shooter. Ennyi erővel lehetne a BF4. Tehát a BF4-nek szerint egy kopia lesz. Mi különlegességet fog tudni behozni a Bad Company 3, amire nem csak azt fogjuk mondani, hát ez egy közepes kategóriájú military shooter, modern military shooter. Ha egy franco modern military shootert akarok játszani, akkor ott a World War 3. Tehát mivel fog többet nyújtani a Bad Company 3, akarjuk-e mi egyáltalán, hogy legyen egy Bad Company 3, vagy csak a DICE a Bad Company 3 neve mögé fog bújni azért, hogy eladjon egy modern military shootert, és akkor mi lesz benne a különleges? A skinek? Mert a fegyverek ugyanazok voltak a Bad Company 2-ben, mint a Battlefield 4-ben, leszámítva ugye a nagyon modern puskád, már nem is emlékszem, mi volt a neve. Na mindegy. Szóval leszámítva egy vagy két fegyver, a fegyverek ugyanazok, a pálya design ugyanaz. Mitől lesz különlegesebb a Bad Company 3? És nem lenne itt az ideje a Battlefieldnek, hogy megpihenjen? Vagy mi lesz majd, Battle Royale multiplayert fognak csinálni a Bad Company 3-ból valamilyen ilyen vicces beszólásokkal, hogy valamit kopizzanak a Fortnite-ról? Nem tudom, hogyha tényleg Bad Company 3 lesz a következő Battlefield, nem tudom, hogy mit tudnának nyújtani extrát, hiszen a Frostbite Engine annyira ki van már teljesedve, hogy gameplay mechanika, lövés mechanika, mozgás és a többi, valószínűleg ugyanaz az érzetem lenne játék közben, mintha BF5-tel játszanék, vagy BF1-en játszanék, azért BF4 adja rá, mert BF4-től azért egy kicsit upgrade-eltek a BF5-re már, de az érzetem ugyanaz lenne. Na, ez itt a dilemma, amit én kérdeznék tőletek. Te megvásárolnád-e azt a következő Battlefield címet, aminek Bad Company 3 a címe? Szóval kiadnál-e pénzt ezért? Vagy mögé látsz, és azt mondod, hát ez is csak egy modern military shooter, és inkább visszamegyek BF4-ezni, vagy éppen World War 3-at játszani. Ez itt a kérdés, srácok. Tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és nyomjál rá a csengő jelecskére a feliratkozó gomb mellett, mivel, hogyha nem fogsz kapni értesítést a videóimról. A további videókig nagyon köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!